drága! Mit parancsol? Nagyon szép zöldségem van. Meglepetésszerűen föltennék egy nem várt kérdést, hogy esetleg tessen mondani, hogy... Nem jut eszem, meg a kókusz van. Nincsen kókusz, aranyos, pátrezselymén van, nagyon szív, meg zöldség, minden. Répa, fehér répa, sargarépa, záller, minden van. Értem, és kókusz esetleg? Nincsen, most mondom. Miért nincsen? Na, kókusz az nagyon drága, azért nincsen. És ha olcsó lenne, akkor lenne? Nem tudom, nagyon szép vajretek van, nyugodtan vigyen belőle. Látom, van tojás is, ahogy nézem. Van, miért adjak, ellest vagy x-ellest? Majd mindjárt megnézem, hanyas inget hordok. Addig esetlegesen kitetszik nyittani egyet nekem, hogy meg... Ha miért nyitnám ki a tojást? Megnézem, milyen játék van benne. Nincsen játék, ez nem olyan tojás. Ja, hát ezt nem mondta. Mondja, mivel foglalkozik? Mivel foglalkozik? Tessen levegőt venni néha. Vagy kókuszt. Visszatértem. Elég baj. Kérdés? Mondja, mivel foglalkozik maga? Én tisztelettel kókuszt keresek. De mit dolgozik? Ja, gyors és gépkocsi vezető vagyok. Azzal keresi a kenyerét? Nem, én mondtam, hogy kókuszt keresek. Gyereke van? Van, de nincs itt. És mennyi idős? Ha, nem tudom, nem mondta. Én meg ugye nem kérdezem. Hát. Na de a felesége csak tudja. Nincs felesége, még gyereke. Akkora, mint a kukatörpike, akkora. Kukatörpike, meg a maga agya, akkora. Kukatörpike, a fene. Kukatörpike. Gondolkoztál egy politikuson, de ez jutott eszembe, hogy kukatörpike. Honnan tudja, hogy a kukatörpike akkora? Nem tudom, láttam a téve, folytassal! Kókuszt akarok venni, na, hol tartottunk? Na, de a maga felesége csak tudja. De nincs, mondom, hol az feleség? Én feleségem, az nincs itt, mert engem keres. Én meg kókuszt, ha nem mondtam rá. Magyarországon nem is terem meg a kókuszt. Hát ez hülyeség. Ha miért lenne hülyeség? Ha mert akkor hogyan nem mulgálják bele a Bountyba a kókusztot? Hát az nem is igazi kókusz. De mert kókuszize van, hülye. Maga olyan önfejű, mint az unokám. Nem vagyok az unokája. Nem azt mondtam, hogy önfejű. Hát a múltkor is, gyerekke, unokámmal megálltunk egy játékbótelet, meglátott a kirakatban valami Transformers-es katonát, valami lézerkarddal, ami Obi-Wan Kenobi-nak, hanem meg kellett nekiért venni. Nem hagyott békén, hogy vegyük meg a lézerpuskás Transformert a lézerkarddal. Micsoda hülyeséget tetszik magyarázni a szájával? Menjen arra, hát a Transformers-ben nincsen is lézerkard, mert az csak a Star Wars filmekben van. Meg különben is a Transformers-ek azok nem lézerkardoznak, hanem átalakulnak teljesen mássá, mint amilyenek voltak, és úgy gyilkolnak. Nagyobb baj, hogy nem fogy az árum. Mert nem tart kókuszt azért. Mondja, minek magának a kókusz? Hát, nem tudom, csak úgy ennék, de te nem. Van egyébként, tessék mondani. Meghűlök magától. Kérdésre válaszoljon. De fölidegesített engem maga. Mondja maga, normális? Nem ad kókuszt, nem mondom meg. Ide figyeljen, nem hagyja ebbe ezt a hülye kókuszolást, elegem lesz magából, ide hívom a rendőrt. És ő ad? Mi? Micsodát? Kókuszt! Tudja mit? Na, mit? Megoldom én ezt a hülyeséget. Oldja meg, tessék. Árzsike! Igen? Van ott nálad kókusz? Dobja már ide egyet. Na, majd kifizetem. Nem is Árzsike az ott.
Jancsika! Na. De ez az Erzsébet, mert megismertem a szakállalról. Itt van. Ez mi? Hogy mi kókusz? Ez kókusz. Az nem lehet, mert a kókusz fehér, ez meg barna és szőrös, mint a maga füle. De belül fehér. Akkor csak a belsejét kérem. Elviszed, mert beletömöm a szemed alá. Jó, akkor elviszem. Betömöm abba a hülye fejedbe, nem viszed el. Vigyed el. Más kér. Ma kókusz van. Hát én hülyét kapok magától. Hát az ülő basz kérdezt, hogy kérek-e mást, én meg kérek egy másik kókuszt, na. Elegem volt magából. Nagyon elegem volt. Mondok magának egy találós kérdést. Na mondjuk, tessék, figyelek, tessék. Két ember beszélget a piacon. Igen. Okos meg a hülye. Ki elmegy az okos, kimaradott? A hülye. Viszontlátásra. Ne menjen el, várjon, ne menjen el, ne menjen el.